Szóval itt vagyunk a csávóval, csak a csávóval, a Fridájjal nem, mivel nyilvánvalóan két hónapon belül nem tudunk összehozni egy hármas játszmát, és ahogy a címből, illetve az indexképből láthatjátok, a hajókkal fogunk foglalkozni a BMG belül, illetve a vízi járművekkel, mivel hajókból elég kevés van. És azért is vagyunk ezzel a Vidreával a vagyis hát a gyári BMG autóval, mivel ez az autó alapján épültek ezek a modok, illetve ezek a járművek, vagy mi is ez. Hát ez egy alapvetően úgy használatlan szarautó, de mivel ez az egyetlen egy gyári autó, ami tudtommal tud úszni a vizen, ezért nyilvánvalóan ezt kellett használja. Nagyon jó, beállok. Nem is azt kell nézni, hogy ez most de nagyon gyorsan megy a vízen, hanem hogy lebeg, és hát az hajtása az eléggé szar, hogyha most itt a csávó is beugrott a vízbe, akkor látjuk, hogy itt nem elsüllyed, hanem szépen megtartja a kis magának a kis mozgását, meg mi a helyzet. Ugye, vízen már jó a közelhetősége. A vízen jó, vízen nem fogja össze magát. Igen, kicsit ilyen vízi biciklis az érzés, de cserébe szar is. Úgyhogy, erről ennyi, mert ez egy modos videó, nem gyári autókat tesz. Na, haragudjatok, hogy félbeszakítom a videót, de viszont, hogyha megteheted, akkor nyom egy lájkot, illetve írj egy kommentet, mivel nekem ez egy hatalmas egy segítség az algoritmus szempontjából. Továbbá megköszönöm, hogyha feliratkozol a csatornámra, ugyanis minél többen gyűlünk, annál jobbak lesznek a videók, mivel én is egyre többet tudok akkor vele foglalkozni. Na, vissza a videót. Na, ezt a tudtot, ezt csak szemléltetésként mutatok, ezt is leszem a leírásba, mint minden modot, de viszont ezt tényleg csak mint dizájnnel nem tudod használni a játék. Se motor, se semmi nem tartozik hozzá, úgyhogy ez csak egy ilyen gyors kitérő. És tisztán láthatóan a gyári Gabrielhoz van egy jó pár modunk, de viszont amit a mai videóban fogunk nézni, ez a három darab verzió, és mondjuk leteszem ezt Race Boatot, mert nekem ez nagyon tetszik, vagy legyen, akkor leteszem a Road Boatot, csak már megnézem, hogy milyen ez. Aha, igen, a Race Boat az olyan a csávónak, hogy itt a motorház tetőn van a kipufogó, és brutál hangja van, rúgd el neki? Baszott jó. Vagy ilyen konkrétan ilyen. Tűzszög, lángol, csapszog minden, és eléggé mély ilyen hangja van, hát az enyém az kicsit ilyen visszafogott gyári Gabriel hang, és hátul látszik, hogy áttételesen valamilyen szinten morog a morog. Mozog a hátsó opeller. Hát a sebességmérő 300-ot. De viszont... Szépen, nem akar menni. De viszont nem nagyon működik maga a propeller része, hát nekem ez egyáltalán nem is megy. Hogy földobott a vízből. Figyelj, tedd itt, vajon leteszem ide valaminek az aljára, mondjuk itt nagyon le. Figyelj, és kifagytam. Na bassz. Szerintem de. Vagyis bekerültem a földbe, nem tudom hány kilométerre arrébb. Jó, akkor ezt inkább engedjük el, ezt a felúszik témát. Leteszem azt a részbótot, mert nekem az amúgy működött. Na, amúgy be kéne kapcsolni az ilyen differenciálokat, meg ilyeneket. Aha, ez már egy megint másik verzió, ami sokkal, de sokkal magasabban ül. És hogy mondjunk is amúgy erről a technikáról, hát a Top Gearben láttam amúgy hasonló megvalósítást, ahol szintén nem nagyon működött a dolog, egy-két vágóképpel megpróbálom megsegíteni az elképzelést, és hogy nagyjából ez hogy is akart kinézni. Hát náluk is elég szarul sikerült, és itt is hasonló, aha, itt már egyáltalán nem működik, hasonlóan működik, automata váltó le is tiltja. Mondom, nekem valamiért bebugolt a izé, én a résszel tudtam menni, de szerintem engedjük el ezt a koncepciót, és nézzük meg az egyetlen egy modunkat, ami legalábbis létezik, és igazi hajó. Hát én még azért megpróbálom, olyan úgy belső nézetben hát igazából. Neked, ja, nekem is kb. Így ment, mert nagyjából a kerék az elkapja a vizet is, úgy tolja maga előtt, meg ugye van annyi erő is, de... Tudod, mit csináltam? Nem. Nem tudom, hogy most egy diffi miatt, vagy a transfer case-t. Hát a diffi valszeg, mert nekem ugye én benyomtam diffit minden. A transfer case-t is átállítottam, van, nem tudom mi. H4-en van. Nem, van külön olyan, hogy... Nem, 4WD low gear. Nem mindegy. Szóval, ha már a hajókról beszélünk, egyetlen egy hajós modot találtam, azt hittem, hogy amúgy több lesz, de komolyan mondom, őszintén megmondom, ez egy jó mod. De csak azért jó, nem működik, nem azért részletes, de köze is van a hajónak a hangjához, és a karakterisztikája, és olyan, tudsz vele menni egy jó kis 50-et érted. Úgyhogy rajta van a bolond Uranus block, works like a dream. Azért kennéd így Olaszországban. Nézzük itt, rendes van, rükverc is minden. Olaszországban lehet csapatni a hajóval, gyere forduljunk vissza, itt menjünk, ne csak így a üres tengerbe menjünk. Így mondom, elrúgom, és akkor egy 55-öt, 54-et, 55-öt tud hozni, és ennek nem azt mondom, hogy a legjobb fizikája van, de elég jó, szerintem meglepően elég jó fizikája van, és elég jó meg lett oldva. Tud vele kanyarodni is szépen,
De tényleg ez ugye elég részletesen sikerült, te mit mondasz erről, csávó? Nagyon jól működik, baszó hangja. Hát a hangja az olyan, ja, olyan ilyenre. Nekem tetszik. Vigyázzál, jövök. Aha. És leszakadt a motor. És neked is. Igen. Még addig se jutottam el. Igen, vannak ilyen hátrányai, de még egy dologra vagyok kíváncsi. Ezt nyilvánvalóan a játékkal te nem tudod megcsinálni, de rakjuk fel. Azt figyeld! Hallod? Rakjuk fel platóra. Én ezt mondom, csináljunk egy önkopjukat. Én felreállítottam. Manuálisan kell, de csináljunk egy önkopjukat, jó? Mi a fasz csinálsz? Nálam még a hajóval vagy, more. És akkor nekem már megvan a karavánom. Bolonc tonikkal, teszkós disztárcsával fölpakoltam a hajót nagyba. Igen, ezt manuálisan tudod csak megcsinálni. Bolond 1000 köbcenti mögé azért fölkötöttem a hajót. Csávó, te is közben intézed? És akkor megnézzük, hogy mennyire működőképes a konfig, mennyire lehet majd itt leengedni a parton. Jó, menj, rag rá izé, shift-t-vel menj le a hajóra. C-vel spawnolt bele F7-tel, tudod? Beletalálok? Nem fogsz, de próbáld meg. Amúgy geci jó vagy. Tehát azt a kurva. Nagyon patek lett. Na akkor. Neked kicsit életszerűbb és kicsit erősebb a build. Jó, mondjuk egy ilyen 400 kilós gumicsónakot még ezzel a Stonic-kal is elhúzol. Tényleg az ilyen családi kirándulás autó. És probléma, félj ezért. Stonic felszaggatja itt is az aszfaltot. Már várom, mikor akadok el ezzel az első tengelyes hajtással. Valahogy itt kezdjünk el beletolatni a vízbe és akkor. Kezdj el tolatni, aztán meg melletted. Kíváncsi vagyok, mennyire vagy a problémás a traileres tolatással. Jó, én figyelj, én itt húzok egy kézit. Csónak benne van az ajtó, hogy mi a faszak is. Hát nyisd le az ajtót. Állj, de figyelj, azért nem tudok lenyitni, mert benne van. Szépen itt beleállsz, és akkor lenyitod az ajtót. Azt mondom, hogy benne van a csónak az ajtóba, és nem tudom lenyitni. Hát bazd meg, fejből van magam. Dögölj meg! Figyelj, én is majd. Én már állnék le, hogyha nem törne le a... nem törne le róla a motra. Úgy lehet, hogy úgy kellett volna ráfelállni, mint te. Ugye letölt a motornak az alja, és most pörög fölfele. És nekem hogy fog pörögni, ha rajta van a trailerem? Elég szarul. A hátulja. Hülye, van benne sportváltó. Hülye, nekem letölt a motor, de alá kapasztartja az. Egy fokozat, de az a sportváltó az azért benne van. Várjál, csávó, megtalállak titeket oldalból, figyelj. Eltalállak, nem egy sehova. Figyelj, felugratok a platót. Én nem állok el innen. Hát ez sokáig tartott. Na, még a motor is leesett, bazd. Na, hát, tömeg most álltál, teljesen jó. Jó, van, inkább csóros Sonic-kal leállok innen, mielőtt bekullod. ESC elfüstöl, még fölállok innen a izéről. Homokos partról ezzel a nyitott trailerrel. ESC addig eldúlna háromszor. Itt ez összes biztosíték lenne. Tudok kapartatni az autót, de meg kanyarodni, de menni nem tudok vele. Egy hajó miért van parkoló állás az a váltóba? Hülye, breakdance-el! Hülye! És eddig tartott a motornak a felfogatása. Csorosz Tonika, mi a baj ma megint? Igen, mi hát a baj? Első tengely megint elsírja magát. Lehet húzza, behúzza a vízbe! Be fogsz húzni a vízbe! Hülye, eljöttem neki. Én nem. Gyere, megyünk! Gyere, vona! Kiérek a izé aszfaltra, akkor egy. Húzz ki balra, húzz ki balra! Kiérek az aszfaltra, pörrentem a parkot. Jó! Engem húzza a geci! Bejönök a kakadva! Azt a kurva! Jézus Mária! Mi a fasz történt? És ebből vannak a szép tömegbalesetek. Azt hiszem, hogy ez jó végszó lesz, hát a remélem, hogy... végére, mivel a múltkor összeraktunk egy 13 perces videót, de azt nem szerette a YouTube, de igazából mostanában az egész csatornát nem szereti nagyon a YouTube. Mm-hmm. Minden esetre köszönöm a figyelmet, és hogyha itt voltál a következőnek, nyilvánvalóan nem fogunk tudni játszani hárman, mert majd kiszámolom az arányát ennek, hogy hány hónaponta tudunk játszani hárman, nem valami sok. Úgyhogy itt volt valam a csávó. Igen. És akkor csávó. Itt voltam. Halló.